Zsúfolásig megtelt izgatott diákokkal a HSMK Színház terme. Az ifjúsági előadássorozat keretében a Pannon Várszínház a Pál utcai fiúk musical változatát mutatta be. Megmerem kockáztatni, hogy az első olyan kötelező olvasmány volt számomra, amit szívesen olvastam el. Amire igazából miután elolvastam, akkor jöttem rá, hogy ezt még egyszer el kell olvasni. Volt ilyen később aztán a Tüskevárral, vagy a Téliberekkel, Fekete Istvántól, de ez a Pál utcai fiúk, Molnár Ferenc regénye, ez nagyon-nagyon nagy hatással volt rám, és aztán nagyon-nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy én játszhatom Nemecsek Ernőt. Oka János! A Veszprémi Társulat az előző évad végén mutatta be a darabot, ami egy közönség szavazáson az év legjobb előadásának bizonyult. A produkció a felnőttek és a gyerekek körében is népszerű. És szerintem az egész előadásnak a tempója, a témák, amik ki vannak hangsúlyozva, azok, amik a gyerekekre nagy hatással vannak. A becsület, az árulás, ugye ez meg is változott ebben az előadásban, Gerévnek az árulás. A mai világban ez már nem elfogadható. A musical története nem csak ebben különbözik az eredetitől. A színpadi változatban a Pál utcai fiúk és a Vörösingesek pár évvel idősebbek a Molnár regényben felbukkanó szereplőknél.